a test és a lélek orvosa, boldog Batthyány László díjat dr. Székely János megyés püspök alapította 2018-ban. A magyar orvosképzés, a magyar orvosok hivatástudata világviszonylatban is kiemelkedő. Orvosaink a kellő eszközök és megbecsültség gyakran megtapasztalt hiányának ellenére is nagy odaadással és szakértelemmel végzik gyógyító feladatukat. A Szombathelyi Egyházmegye ezt a szolgálatot szeretné megköszönni azáltal is, hogy évente egy kiváló orvost kitüntet, valamint szeretné a hit és az orvosi hivatás kapcsolatát az egészségügyben dolgozók lelkében megerősíteni. Az egyházmegye a díjat boldog Batthyány Lászlóról nevezte el, aki hosszú éveken át áldozatos munkával gyógyította a betegeket Körmendi kastélyában berendezett kórházában. 1931. január 22-én halt meg. Emléknapja 2018-tól az orvosok és egészségügyi dolgozók találkozója is egyben a Szombathelyi Egyházmegyében, és ünnep Körmend városának is, hiszen a város pátronusának választotta a herceg orvost. A test és a lélek orvosa boldog Batthyány László díjat dr. Székely János megyéspüspök 2019-ben dr. Nagy Katalin belgyógyász, kardiológus főorvosnőnek adományozza. Nagy Katalin 1983-ban szerzett orvosi diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Ezt követően került Szombathelyre a Markosovszky Kórház 3-as belgyógyászati osztályára, ahol mind a mai napig dolgozik. 1988-ban tett belgyógyász szakvizsgát, 1991-ben pedig kardiológus szakvizsgát. A főorvosnő lelkiismeretesen, őszinte hivatástudattal, szerényen, alázattal végzi a rábízott betegek gyógyítását. Folyamatosan továbbképzéseken vesz részt, hogy az orvostudomány újabb eredményeit is felhasználva, szakértelemmel egyre hatékonyabban tudja végezni felelősségteljes munkáját. Mindemellett boldog Batthyány Lászlóval együtt vallja, csak eszköz vagyok Isten kezében. A herceg orvos egyszer azt mondta, én szeretem a hivatásomat, a beteg megtanít, hogy mindig jobban szeressem Istent, és a betegekben Istent szeretem. A beteg többet segít nekem, mint én neki. Imádkozik értem, és elhalmoz békével engem. A beteg Isten jóságából Cirenei Simonná tesz engem, mert segítek Krisztus keresztjét hordozni, a felebarát keresztjét a felebaráti szeretet által. Dr. Nagy Katalin is ezzel a lelkülettel fordul a betegekhez. Sokrétű feladata mellett leginkább a betegágy mellett szeret dolgozni, a szenvedő Jézust látja a betegben. Szelíd, kedves hangjával, mosolyával is nyugalmat sugároz betegei felé. Ha egy kismama állapota kardiológiai szempontból veszéllyel járna, ha megszüli gyermekét, és a nőgyógyász abortuszt ajánl, és kardiológiai véleményezésre a főorvosnőhöz kerül, ő elbeszélget a kismamával, felajánlja segítségét, és kíséri a leendő édesanyát, hogy egészséges gyermeknek adhasson életet, és elkerülje az abortuszt. Batthyány László minden nap imádkozott a betegeiért, így vált a test és a lélek orvosává. Tudta, hogy ez a kettő elválaszthatatlan. A Bibliában az a szó, hogy gyógyítani, azt is jelenti üdvözíteni. A test és a lélek gyógyulását a Szentírás ugyanazzal a szóval fejezi ki. Dr. Batthyány Lászlóhoz hasonlóan a főorvosnő nem csak a beteg testre figyel, hanem az egész emberre,
a lelkére is. Imádkozik betegeiért, szentmisét ajánl fel értük. Továbbá ugyanígy elhunyt kollégáiért is, és azokért is ajánl fel szentmisét, akiket már nem tudott meggyógyítani. A betegek világnapján különösen is nagy bizalommal ajánlja betegeit a szűzanya oltalmába. Ha meghal valaki az osztályon, imádkozik érte, a haldoklókhoz hívja a kórház lelkészt. Fontosnak tartja, hogy szentségekkel megerősítve távozzon a beteg e földi létből. Hitét nyíltan, őszintén, alázattal megvallja, belőle merít erőt a mindennapi feladatok hűséges teljesítéséhez. Különösen is nagy tisztelettel van az irgalmas Jézus és a szűzanya iránt. Dr. Nagy Katalin főorvosnő orvosként, hívő emberként példát mutat. Tanulhatunk tőle hitet, emberséget, az élet feltétlen tiszteletét. Dr. Székely János megyés püspök ezért tartotta érdemesnek az egyházmegye által alapított a test és a lélek orvosa Boldog Batthyány László díjra. Szívből gratulálunk. És most akkor kérem főorvosasszonyt, hogy fáradjon a színpadra, és kérem főtisztelendő dr. Székely János megyés püspök urat, hogy adja át a test és a lélek orvosa Boldog Batthyány László díjat, valamint a gratulációhoz a színpadra szólítom Bebes István polgármester urat is. Teljesen meg vagyok lepve, alig tudok megszólalni is, de itt, ahogy a környezetemben látom a kedves orvos kollégáimat, nővért, asszisztensnőt, én úgy gondolom, hogy bármelyikükkel ezt a díjat megosztanám, mert én úgy gondolom, hogy a kórházban így együtt csak így tudunk dolgozni, és nagyon szépen köszönöm mindenki, aki segített a munkámban, itt ülő édesanyámnak is, és az itt ülő kollégáimnak is, és azt hiszem, ők is teljes mértékben megérdemelnék. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy ez a díj, ez kötelez. Úgyhogy köszönöm a Batthyány grófnak is, Boldog Batthyány grófnak, és az ő szent javatásáért is imádkozunk továbbra is. Nagyon szépen köszönöm.